Mezőkövesdváros önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be szennyvíz programjának megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A kétfordulós pályázat mindkét fordulóján sikeresen szerepelt városunk, így valóra válhat a mezőkövesdiek régi álma. 2006-tól várt Mezőkövesd lakossága azon a területen élők, ahol még nincs csatornázás. 6 év után elértünk ide, hogy most a kiviteli szerződés aláírásával 1-2 hónapon belül a városba elindul az utolsó munkafázis, amely azt jelenti, hogy a városban 100%-os lesz a csatornaellátottság. Én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon nagy jelentőségű, és hát még egyszer mondom, 6 éve várunk azon területen élők, ahol még nincs csatorna, hogy végre ez megvalósuljon. Most már megfog. A Mezőkövesdváros szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében című KEOP 1.20-2F09-2010-0027 azonosító számú pályázat keretében az önkormányzat mintegy 76,5 millió forintot nyert a közel 2 milliárd forint értékű korszerűsítés megvalósításához. A sikeres közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a szennyvízhálózat kiépítését a Budapesti Hídépítő ZRT fogja kivitelezni, míg a műszaki ellenőrzés a Főber ZRT és a Kredasz Mérnöki Iroda Kft. Feladata. A projekt kommunikációs teendőit pedig a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Látja majd el. A szerződés aláírása után a projektmenedzserek közreműködő szervezeteknek az engedélye szükséges természetesen, amint a kiviteli terveket a mérnök részére át tudjuk adni, akkor utána annak a jóváhagyását meg kell, hogy kapjuk, és az várhatóan, én azt gondolom, hogy 2-3 hónapon belül fogunk tudni elkezdeni ténylegesen az első felvonulásokat megtenni, és akkor fogunk tudni a munkákba belépni, és a munkákon elkezdeni igazán tevékenyen. A jelenlegi időjárás mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy minél előbb el tudjunk kezdeni dolgozni, de hát itt azért ez az előkészítő munkáknak mindenképpen el kell készülnie. Gyakorlatunk az megvan hozzá, tehát a fővállalkozói gyakorlat, én 15 éve csak ilyen projekteken veszek részt, Dabas, Baracska, most éppen Aszódon van egy munka, amit csinálunk, úgyhogy ezek a gyakorlatok azok mind majdnem, hogy napi gyakorlatunk van arra, hogy milyen lépések lesznek a lakosságnak a kiértesítésétől kezdve, a lakossággal való egyeztetéseket el kell végeznünk, a kiviteli terveknél, ha véletlenül valamit módosítani kell, akkor azokat is mindig napra készen végezzük. A lakossági tájékoztatáson kívül folyamatosan adunk egy irodai vagy elérhetőségi számot, a legtöbb projekten úgy van, hogy én is saját magam számát meg szoktam adni, tehát én is akár kereshető leszek majd annak idején, ha valami olyan kérdés van, amit a lakókkal meg kell beszélni. Tehát bármilyen bejelentés van, akkor ezeket azonnal szoktuk intézni. A nagy gyakorlat az, hogy 2-3 ezer ingatlan mellett is 4-5 olyan ingatlan, vagy 10, nem sok ingatlan az, amivel kifejezetten probléma lehet. Tehát a gyakorlat az azt mutatja, hogy a lakók nagyon jól viszonyulnak ezekhez a beruházásokhoz, és örömmel is veszik. Úgyhogy én gondolom, főleg itt ugye mezőköves talajvizes környék, úgy gondolom, hogy itt is mindenki számít arra, hogy a bekötéseket minél előbb meg lehessen csinálni. Az üzemeltetővel természetesen föl kell venni a kapcsolatot, ővelük is jó kapcsolatban szeretnénk kerülni. A minőség az meg itt teljesen egyértelmű, hogy annak olyannak kell lenni, hogy itt minden rendben legyen. Az úthelyreállítások az úgy, hogy miután ez egy belterületi rész lesz, ezekre kifejezetten majd figyelnünk kell. Itt a különböző előírásokat szintén be kell, hogy tartsuk. Biztos, hogy lesznek gondok, ugye a burkabontással, a forgalomtechnikával, egyebekkel ezeket most felül kell vizsgálnunk, meg kell néznünk, hogy ezeket úgy tudjuk szervezni, hogy minél kisebb mértékben akadályozzuk a város életét. A szerződés az 24 hónapról szól. Az, hogy a 24 hónapnak a mai nap az indító napja, vagy az elkövetkezett egy hónapban egy ilyen projekt indító napot kell meghatározni, ez nekem a szerződést át kéne rendesen olvasnom, erre most nem tudok választani, de a 24 hónap az azt jelenti, hogy 2 év múlva áprilisban legkésőbb befejezésre kerül.
A gyakorlat az azt mutatja, hogy az útépítési helyreállítási munkákat ugye télen nem lehet végezni, tehát itt nagyon nagy valószínűség szerint nem ígérek zsákba macskát avval, hogy 2013 év vége felé a vezetékeknek mindenféleképpen a földbe kell lenni, majdnem, hogy ráköthető állapotba kell lenni, és az útjelállításokat is úgy kell ütemeznünk, hogy annyi maradjon a 2014-es évre, amit biztonsággal március-áprilisban el tudunk végezni, vagy március-április közepéig el tudunk végezni. A projekt keretében 2265 ingatlan szennyvízelvezetése valósulhat meg. A projekt a város főutcájától északra és délre fekvő, jellemzően a régi városmaghoz tartozó területeket érinti. A beruházás megvalósítása után 94 ezer folyóméter gerinccsatornát fektetnek le, és a csatornahálózatra rákötött lakások száma 7143 lesz. A projekt megvalósítása után az érintett terület szennyvízzel vezető csatornahálózattal gazdaságilag és műszakilag hatékonyan ellátható teljes területe közművesített lesz, és így biztosítható lesz a területen található épületállomány régóta indokolt és igényelt korszerűsítésével együttjáró, ellenőrzött módon elvégezhető szennyvízkezelés. A tervek szerint a beruházást 2 éven belül be kell fejeznie a kivitelező cégnek, így 2013 év végére az összes vezetéknek a föld alá kell kerülnie ahhoz, hogy 2014 tavaszára, áprilisára az utak rendbetételével is végezni tudjanak.